Önök a Duna Fölvált Televízió május 14-i adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Fölvár mozaik témái a következők lesznek. A felújítás idejére ideiglenesen a belvárosba költözött az alapszolgáltatási központ. Igen, amint láthatják most az igénybevevők, vagy érzik is az igénybevevők, meg a dunaföldvári lakosok is látják, át kellett ideiglenesen költöztetnünk a Duna utcából ide a Kossuth-Lajos utca egy szám alatti, régen úgy hívták ezt, hogy közös udvarban. Itt leledzünk most jelen pillanatban. Földvári rászorulók számára osztottak csomagot és ételt a dunaföldvári máltások. 220 meghívó ment ki, várjuk a családokat, rászorulókat, és csak meghívó ellenében szolgálunk, illetve adunk segélycsomagot. A művelődési központ kistermében találkoztak a régi néptáncosok. Azt merem mondani, hogy az élők kétharmad része legalább itt volt. Tehát nagyon sokan meg tudtak jelni, sokan, egy páran jöttek családos, férj, feleség is, de egyébként érdekesség, hogy vannak házaspárok is, akik itt ismerték meg egymást, és gyakorlatilag leélik az életüket, úgyhogy itt házasodtak össze. Először szervezik a Dunapartra a Városi Gyermeknapot. De ez a mi rendezvényünk május 26-án lent a Dunaparton lesz, és oda várjuk a gyerekeket délelőtt 10 órától. Az egész nap a gyerekekről szól, és gyerekprogramokat szerveztünk. 3 színpadi produkcióval várjuk a közönséget. A szezon végéig látogatható Nemes Ferenc alkotásaiból nyílt kiállítás. Na most a konstruktivista gondolkodásmód az engem, mondjuk úgy, az eszmélésem idején ejtett rabul, nem igazán pontos a megfogalmazás, de attól eredeztetően én szinte végig a konstruktivizmus útját követem. Gazdag zsákmányra zárult a 96 órás horgászverseny. És két szektorra osztottuk, erősebb és gyengébb helyekre, az A és a B szektor. Mindegyikben 8-8 csapat versenyzett, és hát azért az időjárás dacára egész szép eredmények születtek, hiszen az első helyezettek közel 70 kilós fogást tudtak összehozni a verseny ideje alatt mindkét szektorban. Tekintsék meg önkormányzati tájékoztatónkat! Horváth Zsolt, a Dunaföldvár polgármesterével a szokásos hétfői megbeszélésünket tartjuk, tájékoztatást. Kezdjük egy gyakorlati és aktuális üggyel. Az alapszolgáltató központ felújítása Duna utcában zajlik, és addig az intézmény nem ott végzi a munkáját, hanem. Üdvözlöm a nézőket, szerkesztő urat is. Igen, amint láthatják most az igénybevevők, vagy érzik is az igénybevevők, meg a dunaföldvári lakosok is látják, át kellett ideiglenesen költöztetnünk a Duna utcából ide a Kossuth-Lajos utca egy szám alatti, régen úgy hívták ezt, hogy közös udvarban. Itt leledzünk most jelen pillanatban. Ugye az volt a kérése az átalakítást végző vállalkozónak, illetve mi is azt gondoltuk, hogy maga az egész rendszer akkor fog gyorsan és hatékonyan működni, ha ott nem folyik párhuzamosan ellátási munka, illetve felújítás, mert egymást fogják zavarni, illetve olyan munkálatok lesznek benne elvégezve, ugye teljes hűtés, korszerűsítés is, amelyben ugye aljzatokat bontanak és új gépészet kerül kialakításra, tehát nem lenne szerencsés, hogyha párhuzamosan működne ott az intézményünk, illetve párhuzamosan folyna maga a felújítás. Ezért döntöttünk úgy, hogy áthozzuk ideiglenesen a működtetést ide a Kossuth, a közös udvarba, a Kossuth-Lajos utcára. Tudom, és ezt mondtam is, és kértem is ott a lakókat, hogy kérünk egy kis türelmet ebben az egész dologban. Nagyon reménykedünk, hogy szeptember közepére ez az egész dolog megoldódik, és visszakerülünk az eredeti helyünkre, és ezért kérek egy kis türelmet. Tehát nekünk is vannak olyan alap dolgaink és alapfeladataink, amit sajnos nem tudunk elkerülni, vagy nem tudjuk úgy megoldani, hogy dunaföldvári lakókat ne zavarjunk esetleg, vagy úgy érzik, hogy zavarjuk az ők
intim szférájukat. Ugye egy dolog biztos, szombaton és vasárnapot ugye munka nem folyik, tehát ott a hétvégén abszolút nem zavarunk. Reggel ugye 7:30-nál előbb szintén nem kezdünk, és délután 4 órakor pedig befejezzük az ottani tevékenységünket itt a Kossuth-Lajos utcán. Úgyhogy nagyon kérek mindenkit, hogy ezt tolerálja a mi részünkről. Az egy nagyon jó ildomos dolog, hogy ez a kiszolgáló rendszerünk, ez a Duna utcán működő alapszolgáltatási központunk, ez képes és megújulhat, teljesen új környezetben, bővített szolgáltatásokkal állunk majd a dunaföldváriaknak a rendelkezésére. Úgyhogy ez olyan, mint otthon, amikor festünk. A festési időszakban vannak kellemetlenségek, de utána örülünk annak, hogy van egy új, gyönyörűen felújított vagy kifestett lakásunk, szobáink, és sokkal jobban érezzük magunkat benne, mint az eredetiben. Ezt szeretnénk itt is megvalósítani. Ez egy európai, teljesen 100%-ban Európai Unió megújítást segítő, visszanemtérítendő pályázat. Úgyhogy ha már megnyertük, ki is használjuk, sőt, hogyha maga a humán erőforrásunknak, tehát az emberekbe tudunk belefektetni ezekkel, akkor én azt gondolom, hogy álljunk neki és csináljuk. Nekem ugye hitvallásom maga az, hogy nem csak maga az épületekbe, vagy hogy szoktam mondani, betonba kell önteni, hanem akik ezt ebben részt vesznek, és akik igénybe veszik, az ott dolgozók, illetve a szolgáltatás nyújtókba, magába az emberbe is kell befektetni, azért, hogy mentálisan, környezetileg, egészségügyileg is sokkal jobban érezze magát, mert akkor maga a társadalmunk is az egy sokkal jobb társadalom lesz, megértőbb lesz, toleránsabb lesz, és azoknak az embereknek a problémáit, akik ezzel fölkerülnek, vagy oda kerülnek, igénybe veszik, akár étkezésen keresztül, akár pszichológiai, akár lelki segítségnyújtáson keresztül, ezeket mi ki tudjuk szolgálni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt így tekintsen erre mindenki, meg úgy tekintsen, hogy van egy hely, ahova tudom dunaföldváriként, dunaföldvári lakosként, hogyha gondom van, vagy bárki van, akkor tudok segítséget kérni, és lesz, aki segítséget nyújtson. Átmeneti állapotról van szó, meddig tart? Úgy számoljuk, hogy szeptember 15-től, később szeptember 30. Én egy kicsit szoros az idő a kivitelezőnek, de a közbeszerzési kiírásunkban és a szerződésünkben, amit a múlt héten aláírtunk, ezeket rögzítettük, és ugye a munkaterületet is átadtuk, úgyhogy szabadon tudnak ők már ebbe dolgozni. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha egymással logikailag jól tudják szervezni a munkájukat, és egy generál kivitelező van ebbe az egész dologba, tehát nem szedtük szét, hanem egybe adtuk oda, és a nyertest egy cég, akkor ennek működni kell, és nem megoldhatatlan feladat ebben a dologban. És akkor utána reménykedünk benne, hogy mindenkinek a megelégedésére fogjuk majd használni ezt már október 1-e után. Éles váltás, lapozunk nyár közeledvén, nyári táborok, amelyek két részre osztanak, civil szervezetek szerveznek és az Erzsébet tábor. Kezdjük az utóbbival. Jó ez a felosztás, hogy Erzsébet tábor és a civilek? Ez teljes mértékben, ugye ez egy eddig megszokott rendszer volt, hogy szerveztünk Erzsébet tábor, ugye az Erzsébet tábor, ez ugye központi állami finanszírozásból lehetett pályázni, központi költségvetésbe, és ezt a összeget, ezt odaadták vissza nem térítendőbe, és ebbe ugye el lehetett költeni. Sajnos jelen pillanatban a tudásunk alapján sajnos ennek az Erzsébet tábornak a finanszírozása ez nem megoldott, és visszavonta a pályázatot a magyar állam, és azt mondta, hogy sajnos 2024-ben ezt nem tudja finanszírozni. Ha jól tudom, és ha jók az információk, de majd még utána fogunk nézni, talán a közoktatási intézmények, mint például az iskola, az tud pályázatot benyújtani. Nem beszéltem a Marikával. Ugye minket az érdekel, amit mi általában Dunaföldvár az itt lévő szervezetekkel csinál együtt, illetve intézményeinkkel csinál együtt. Ugye ez nálunk itt 3 tagozódott ebbe be alapvetően. A Művelődési Ház, a Duna utcán működő gyermekjóléti intézményünk, illetve ugye a Málta tanoda. Ez a 3 szervezetünk pályázott erre. Na most az idén ez nincs ebbe az egész dologba.
A civilek részéről, ők ugye teljes mértékben önállóan szervezik ezeket a dolgokat. Ugye, hogyha megyünk északról, haladunk délre, ugye a kajakkenusok is szerveznek, az asztakeservit tábor szervez, szerveznek a dósakatiék, ugye a Beszédes József kajakkenu ebbe az egész dologban. Ők ugye szervezgetik maguknak a részét, és ugye hagyományként már egy vállalat is szervez, ugye a Pannonia Bio is, a saját dolgozói gyerekeinek a részére is. Tehát ez ugye komplexen így néz ki, illetve aki még ebbe benne van, ugye a Vöröskereszt is szokott minden évben nézni. Most nézzük meg, hogy akkor válasszuk le, nincs ma Erzsébet tábor finanszírozás, azt mondtuk, hogy nincs ebben problematika, vanni van, de hál' Istennek vannak olyan kereteink, az önkormányzatnak és a képviselőtestület, ez majd meghozza most a szükséges intézkedéseket még, amely ezt az Erzsébet tábort pótolni fogja, és ennek a finanszírozását oda fogjuk adni, és ez a hét tábor, amit szerveztünk régen Erzsébet tábornak a címén, ez ugyanúgy meg fog tartódni, kicsit magyartalanul mondom ezt az egész dolgot, és programokkal fogjuk megtölteni, és csinálni fogja akkor ugye akkor a Katiék, a Dezsőjék, illetve a Tomiék akkor a Tanoda részéről, ugyanúgy meg lesznek szervezve, közé lesz téve, annyi különbséggel, hogy ugye eddig teljesen ingyenes volt, most pedig lenne egy nagyon minimális hozzájárulást kell gyerekenként az egyheti ellátásba hozzátenni. Ez 5000 forintot fog jelenteni gyerek per hét ellátás tekintetében. A civileknél ott pedig lenne annyi segítséget adunk, hogy az infrastruktúráinkat, a Dunaföldvár város tulajdonában lévő például, mint a Vöröskeresztesek, ők elmennek majd a volt úttörőtáborba, ugye ezeket mind-mind ingyen látogathatják, meg például a strandot, a kiállításokat, minden ezekbe a dolgokba, és hozzásegítjük őket ahhoz, hogy az étkezésben csak a rezsiköltséget kell, vagy nyersanyagköltséget kell tenni, tehát ott is egy ilyen 5000 forint környékén fog lenni az egyhevi ellátás. Ezzel tudunk segíteni, nem szeretnénk, hogy ott maradjanak a gyerekek ellátatlanul ebben az egész dologban. Reménykedem benne, hogy jó fognak ezek sikerülni. 20 másodpercünk van, az időtáblát látjuk, tehát lefedhető az egész nyár. Igen, július 1-től augusztus 18-áig, ha jól emlékszem, úgy fogjuk lefedni a civilekkel, illetve ezekkel a idézőjelben kvázi Erzsébet táborokkal. Volt már egy körös megbeszélésünk, de ezt mindegyiket le fogjuk ütni, hogy ki, mikor, ne legyenek átfedések, illetve ha vannak is, akkor ki hova tud menni, és melyik szolgáltatást tudja igénybe venni. Ételt és csomagot osztottak a dunaföldvári máltások. A Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Szervezete tavaszi élelmiszerosztási akciót szervezett itt a Templom utcai Máltai Székházban. Jákli Viktorral, a szervezet helyi elnökével beszélgetünk, akit éppen itt az üst mellett találtunk. Mi készül ebben az üstben, Viktor? Hát, ha el nem szúrjuk, akkor csibegulyás lesz. Látom, két üst is üzemben van helyezve, tehát elég sokatnak készül. Mennyi körülbelül? 220 meghívó ment ki, várjuk a családokat, rászorulókat, és csak meghívó ellenében szolgálunk, illetve adunk segélycsomagot. Hát az klasszikus kérdés, örök kérdés, hogy mi alapján áll össze ez a lista, kik férnek bele. Gondolom sokaknak jutna még, de hát vannak korlátaitok. Hát vannak korlátok, persze, mert gyakorlatilag üres az élelmiszerraktár, és most is mondom a kedves dunaföldváriaknak, aki tud adakozni, az adakozzon, mert a Máltától már nem kapunk olyan mértékben, mint ahogy korábban megszoktuk. Ugye raklapszám, jött a tészta, jöttek a tartós élelmiszerek, ennek vége. Tehát ez az élelmiszerosztás is a dunaföldváriak adományából jött létre, a karácsonyi gyűjtésünknek a maradékai, illetve vannak új adományozók is, családok. Van egy család, aki 100 kiló cukrot adományozott a Szabó Oszkár plébános úr felhívására. Van, aki mást, van, aki tartós élelmiszert. Minden adományt várunk. Az utóbbi időszakban elterjedt a dobozos ételosztásra szem, ti is így oldjátok meg a mai napot. Ez a szem praktikusabb, előnyösebb. Hát próbáljuk tartalmasabbá tenni. Ugye tudomásul vettük, hogy vannak olyanok,
akik nem főznek otthon, tehát uram, bocsánat, még hajlékuk sincs. Tehát próbálunk mindenkin segíteni. Van, akinek az a 4 kiló liszt, amit adunk, az is segítség, van, akinek nem. Így próbáljuk az elkészített étellel kicsit színesebbé tenni az étrendjüket. Látom, itt dobozokban gyerekjátékok, ruhák, cipők is vannak. Ez is kiosztásra kerül? Hát igen, ezek ilyen tartalék valamik, illetve maradt még karácsonyról ilyen cipős doboz, azokat a gyerekes családoknak adományozzuk. Említetted azt, hogy hát bizony fogytán a készlet. Azt tudjuk, hogy hozzátok bármikor lehet akár élelmiszert, ruhát behozni ide a Máltai Központba. Hol, mikor, hogyan lehet itt leadni az adományokat? Szinte bármikor lehet hozni, de mi a csoport tagjai, mi kedden és pénteken délután 13:30-kor vagyunk itt, de az itt dolgozó tanoda dolgozói is átveszik, és átadják nekünk. Ugye itt van a raktártok, tehát nyilván kézenfekvő, hogy ide kell hozni. Igen, ide kell hozni a templom 32-be, és várjuk, hogy ide hozzák, de a kedd és a péntek a súlyozott nap, de egyéb napokon is átveszik. Ruhaadományt is várunk, főleg gyermek ruhákat és tartós élelmiszert. Régi idők néptáncosai találkoztak Dunaföldváron. Néveri Zsolttal beszélgetek, és időutazás. Hanyas évekre megyünk vissza? 60-as évek vége, 70-es évek, 80-as. Igazából a 80-asról szeretnénk beszélni. Ami Dunaföldváron mindig is erős volt, erősebb, mint amekkora a település, legalább két ilyen dolgot lehet mondani. Az egyik a kézilabda, a másik pedig már a múlt szempontjából is pedig a néptánc. És most erről a másodikról van szó, mert hogy egy nosztalgikus találkozóra került sor, miről van szó? Az idő múltával egy ismerős táncos kollégánk fölvetette, hogy próbáljunk meg kicsit összejönni. Ilyen nosztalgia jelleggel, hát ha sikerül összehozni még a társaságot. És ez nagyon jól sikerült, mármint létszámilag is, és tényleg nagyon sokan el tudtak jönni. Ez volt a lényege az egésznek, és alakult a dolog úgy, hogy mindenki egy picit hozzátett, és aki csak tehette, itt volt. Amikor azt mondjuk, hogy a múlt néptáncosai, de annyira múlt, hogy élő tagjai vannak, tehát nem több száz évről van szó, hanem egy vagy két generációs távolságról, akkor ezt az időt mégis lőjük be, hogy mi a szervező ereje ennek a közösségnek, tehát mitől beszélünk így egy csapatról? Igazából ez a 70-es évek, és a gimnázium adta a gerincét jó részt, én amennyire emlékezem ezekre a dolgokra. Mindig úgy jöttek a fiatal táncosok, hogy a gimnázium elején oda kerültek. Csapat, ismerősök, egymást hívogatták, fiúk, lányok. Tulajdonképpen én is így kerültem ide, csak nem a gimnáziumból, egy másik csapatból, de a lényege ez volt. A gerincét ez adta. Volt egy pár olyan idősebb, úgymond idősebb, pár évvel voltak idősebbek nálunk, akik már a kezdetektől voltak, és így végigvitték az egész gerincét. Tehát ők nem, hogy fogalmazzak, nem koptak ki azzal a 4-5 évvel, amíg a gimnázium tartott. Mert ugye egy nagy hátrány volt az, hogy aki tovább tanult, vidékre került, az már annyira nem tudott visszajönni táncolni, mert ez gyakorlatilag nem azt mondom, hogy napi program volt, de heti 2-3 néha fellépések vagy nagyobb programok előtt 4-5 napos programok voltak, ami viszont vitte teljesen a szabadidőnket, és aki ugye vidéken volt, nem tudta megoldani. Kikoptak a csapatból, na ez a kifejezés most nagyon aktuális, mert volt ott egy létszám, ezt majd mindjárt kicsit számszerűsítjük, meg most volt egy találkozó. A kettő mennyire van fedésben? Hányan élnek még közülük, és hányan elérhetőek? Azt merem mondani, hogy az élők kétharmad része legalább itt volt. Tehát nagyon sokan meg tudtak jelenni. Sokan, egy páran jöttek családos, férj, feleség is, de egyébként érdekesség, hogy vannak házaspárok is, akik itt ismerték meg egymást, és gyakorlatilag leélik az életüket, úgyhogy itt házasodtak össze. Ilyen házaspár is van közöttünk.
Tehát ha, akik nem jöttek el, ők sem azért jöttek el, mert már nem élnek, hanem nem. Azért, mert más dolguk volt. Igen, hát itt is a távolság. Van, aki Amerikába, Kanadába él, vagy Svájcban, tehát nem olyan egyszerű, hogy hazaugrunk. És pedig próbáltuk megszervezni, hogy mindenkinek megfeleljen ez az idő, de ennyire tudtuk összeszervezni. Ez volt a egyetlen egy időpont, ami a legtöbb embernek megfelelt, amire mindenki rábólintott. Mekkora létszámról van szó? Nem tudom pontosan, hogy hányan voltunk, 36, közelítettük a 40-et vendégekkel, mindenkivel együtt. Most. Ez azt jelenti, hogy szűk 30 az valódi néptánc, és a többi pedig hozzátartozó? Igen, igen, egy pár feleség hozzátartozó. Mondjunk pár nevet. Ki lehet hagyni? Tehát itt most nem felsorolásról. Értem, ez nem teljes felsorolás. Hát a Bodor Évit említeném, aki hátára vette a Szávolos Judittal az egész szervezést, az ötletgazda Jenei Pisti, és akkor többen, akik még egy kicsit hozzátettek. Kovács Zoli. Kollega. Kollega. Hát így ismeri mindenki, igen. Szurma Jenő. Ők voltak a Tóth Pali, akik már eleve ott volt, a Bójás Pisti, Maca, Kismaca, hogy... Nagymaca szintén. Ők a legelejétől már ott voltak, én úgy emlékszem. Tehát a néptánc elején, mikor indult, tehát nagyon korán oda kerültek. Mondok én is egy nevet, jó? Salamon Attila. Jó, hát ő a... Ki volt ő, beszéljünk róla, nem mindenki tudja, aki ő a... Hogy is? Hát ő a művészeti vezetőnk volt gyakorlatilag több éven keresztül, mert előtte a Péterfi Attila kezdte, a Göcinger Kacsi bácsi hívta ide, ő a Dunai Városban a Bartóknak volt az igazgatója, ott egy nagy nevű, hát a Javasas Néptánc Együttes ugye ott van, és ő segített be a Kacsi bácsi kérésére, elkezdte Földváron ezt kicsit gatyába rázni a néptáncot, és ott onnantól kezdett komolyabban alakulni. Tehát a rendszeresség, hogy minden és a fellépések innentől indultak. Péterfi Attila kezdte, és egy pár év múlva a Salomon Attila, mint vendégtáncos került ide Galambos Tibiékkel, és megtetszett neki valószínűleg Földvár, mert egy idő után elvállalta a vezetését a Néptánc Együttesnek, a Dunaföldvár Földvár Tánc Együttesnek. Milyen volt Salamon Attilával találkozni, akivel szerettünk volna interjút készíteni, de korára való tekintettel ő ezt nem vállalta? Képzeljünk el egy embert, aki él-hal a táncért, nagyon szereti, és ezt át tudja adni. Tehát gyakorlatilag húzta magával a társaságot, nagyon nehéz próbákat. Kemény edzésnek felelősz meg. Igen, tehát nem mértük, de voltak próbák, amikor kilók mentek le emberekről, tehát csak az izzadságot tekintve. Tehát nagyon keményen vette, nagyon komolyan vette, és a fellépéseket is. Tehát nem csak az, hogy a próbán teljesítsünk, és mindenki legyen, hanem megkövetelte, hogy a fellépéseken mindenhol, minden próbált egy félprofi-profi szintet átadni nekünk, amennyire lehetséges volt ez. Meg is lett az eredménye, mert a minősítéseink olyanok lettek egy pár éven belül, hogy nagyon előre haladtunk. Tehát az aranyminősítésünk akkor azért az nagyon nagy szó volt egy vidéki, úgymond kisebb táncegyüttestől. Akkoriban az utazás nem volt olyan könnyű, mint manapság. Többféle szempontból a technika egyrészt, másrészt a Európai Uniós politikai környezet kialakult, most már a határok nem határok, akkoriban még erősen. Akkor vastagon még. Nagy sikerek értek el a néptáncosok úgy is, hogy tudtak utazni. Beszéljünk erről pár szót, egy-két országot. Nagyon nagy eredmények voltak azok, hogy külföldre meghívtak bennünket. Tehát ilyen fesztiválokra, értek? Teljes igény nélkül nem tudom, tehát azt hiszem Portugália volt az első, vagy... Az elején Portugália, aztán Görögország, Lengyelország, Csehszlovákia, Franciaország, Szicília. Ezek biztosan, én nem vettem mindegyikben részt, azért zötyög egy kicsit a felsorolás, mert itt is ugye az volt az, hogy aki éppen aktív volt, elérhető, ők mentek ezekre a nagyobb fellépésekre is. Múltról beszélgettünk. Ez a jelene, hogy összejött a társaság, és ennyi év után találkoztak. Jövője lesz folytatása ennek a találkozónak? Mindenki lelkes volt most nagyon, és valószínűleg valamilyen szinten megpróbáljuk ezt
egy ilyen éves, időnkénti összejövetelre. Ha nem is ekkora volumenbe, de valamilyen szinten megpróbáljuk tartani. Végén egy személyes kérdés, Zsolt, neked milyen élmény volt? Azt nem mondd, hogy nagy, mert azzal semmit nem mondunk. Nem jó szóra valószínűleg a feltöltődés, de tulajdonképpen a barátok, az ismerősök, mert nagyon sok baráti kapcsolat még ebbe benne van, főleg akik közelebb vannak, de mindenképpen egy feltöltődés volt, és nagyon jó érzés volt újra találkozni azok az emberekkel. Nem is tudtunk végig beszélgetni, mert én is tudom, hogy még van olyan ember, akivel annyi a köszönésen kívül tulajdonképpen másra nem volt energiánk, mert mindenki mindenkivel próbált beszélni. Nem csak a telefonnak van szüksége feltöltésre? Nem, nem. Ez nagyon fontos az emberi kapcsolatokban. A Dunapartra szervezik a gyermeknapot a május utolsó vasárnapján. Ez évben először szervez a Művelődési Ház májusi, az igazi gyermeknapot itt Dunaföldváron. Papkáné Simon Ildikóval, művelődés szervezővel beszélgetünk. Ildikó, hát te hogy született ez az ötlet, és milyen program várja a nap során a gyerekeket? Már régóta fogalmazódott a Művelődési Házban a gondolat, hogy a gyermeknap napján kellene egy gyermeknapot szervezni, és most ez egybeesett a városvezetés elképzelésével, és így akkor május 26-án, május utolsó vasárnapján gyermeknapon szervezünk egy programot a gyermekeknek. Ez nem zárja azt ki, hogy a már hagyományos nyárbúcsúztató gyereknapra is sor fog kerülni, majd abban az időben szeptember elején a Sárga Gödör ahol ez lenni szokott, de ez a mi rendezvényünk május 26-án lent a Dunaparton lesz, és oda várjuk a gyerekeket délelőtt 10 órától. Az egész nap a gyerekekről szól, és gyerekprogramokat szerveztünk. Három színpadi produkcióval várjuk a közönséget. Ahogy említettem, 10 órakor kezdünk, és a Belvárosi Betyárok gyerekkoncertje áll a színpadra, és aztán délután 3 órakor lesz még egy színpadi produkció, amikor is a cirkuszt idézzük meg, egy bohóc és egy bűvész segítségével, nevezetesen Gyertyán Balázs és Richter Dániel fog hozzánk jönni, és 6 órakor pedig egy bábszínházzal várjuk a gyerekeket, Barta Tóni bábszínházával egy klasszikus vásári bábjátékot fog előadni. És a színpadi produkciók között pedig egész nap várjuk a gyerekeket, illetve programot kínálunk nekik. A lehetőségeinkhez mérten a legszínesebb programot próbáltuk összeállítani. Ebben lesz arcfestés, pónilovaglás, állatsimogató. Aztán a Segíts, hogy élhessünk állatmentő alapítvány jön hozzánk, ami dogokkal foglalkozik. Ezeket a kutyákat lehet egész nap megnézni, ezekről információkat szerezni, sőt, hogyha valaki szeretne, akkor az örökbefogadást is el lehet kezdeni. Nem lehet megejteni ezen a napon, de elkezdeni az ügyintézést, igen. Aztán lesz arcfestés, többféle ugrálóvár, felfújható mászófal, a cserkészek közreműködésével rekeszmászás, lesz kézműves foglalkozás, az Azt a Keservit Értékkör Egyesülettel pedig egy nagy közös festést tervezünk, illetve egy labirintust építenek ki, amiben szintén kipróbálhatják magukat a gyerekek, és a babtársulat babbódéival is találkozhatnak, ami azt jelenti, hogy szintén ilyen vásári hangulatot megidéző kis pavilonokat állítanak föl, és ebben játszhatnak a gyerekek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon színes program, és tényleg igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a gyerekek kedvébe járjunk. És van még egy másik kezdeményezésünk is. Megkerestük a dunaföldvári óvodákat, és általános iskolát és gimnáziumot, hogy kapcsolódjanak be ebbe az ötletbe, ebbe az elképzelésbe, mégpedig abba, hogy a gyerekek fessék meg magukat, vagy egy portrét, vagy egy egész alakos képet, és ezeket ilyen A4-es lepedő darabokra készítik tetszőleges technikával, és ezekkel a kis zászlócskákkal fogjuk díszíteni a Dunapartot. Tehát aki lejön,
középső nagycsoportos, 1-től 8. osztályosig, illetve hát a vállalkozó szellemű gimnazisták, azok megkereshetik magukat az ő általuk készített rajzot lenne a Dunaparton, és reméljük, hogy nekik is, a gyerekeknek is, és a szülőknek is nagy örömet fog ez okozni. Hát az eddig elmondottak alapján nagyon bő a választék. Tudsz-e még említeni olyan érdekes programot, produkciót, ami eddig nem hangzott el, illetve hát nyilván ez nagy munka, kik segítenek mindebben nektek? Igen, még két programot szeretnék megemlíteni. Egyrészt délután 3-tól lehet fotózkodni Bing Nyuszival, aki szeretné, illetve Cseke Klári süni zenét tart a legkisebbek számára. Így van, ahogy említetted, a segítségünkre vannak a foltvarrók, hiszen ezt a portré festéshez szükséges alapanyagok előkészítését ben ők segítkeztek nekünk, illetve az, hogy ezek majd a madzagokra fölkerüljenek, ehhez is kell segítség, hiszen a bújtatókat meg kell varni, és bizony itt közel 800 rajzról van szó, ez nem kis mennyiség, tehát ezt előkészíteni, ehhez segítségre volt szükségünk, és ezt a foltvaróktól kaptuk meg. Továbbá azért fontos, hogy mit fogyaszthatnak a gyerekek a nap folyamán, a rakpart éttermet kértük föl, hogy legyenek a partnereink ebben, és olyan menüvel, olyan ételekkel készülnek, amik a gyerekek kedvencei, a pizza, a palacsinta, a sült krumpli, természetesen még több étel is, és ezekből lehet majd válogatni, és lehet ott fogyasztani majd természetesen fizetés ellenében. Még egyszer akkor az időpont, május 26-a, május utolsó vasárnapja, gyereknap a Dunaparton délelőtt 10 órától. Nemes Ferenc alkotásából nyílt kiállítás a Fafaragó galériában. Nemes Ferenccel beszélgetünk, a témánk pedig az egyáltalán, hiszen most itt a Fafaragó galériában ezzel a címmel nyílt meg az ön kiállításra, valamint szintén ezzel a címmel jelent meg egy kiadvány, ami azokat a munkákat foglalja össze, ha jól sejtem, amiket most itt is megtekinthetünk. A nagy kérdés az, hogy milyen munkákból is áll ez a kiállítás, mit tekinthető meg itt Dunaföldváron? A jelenleg kiállított munkáimnak az első pár darabja az 1967-68-ra datálódik, és van köztük jó pár, ami a múlt évben készült el. Tehát szinte az elmúlt, nehezen számolom ki, 50-60 év. Nekem már a korom miatt teljesen mindegy ez a pár évtized, vagy akár mekkora időintervallumot veszünk alapul. Tehát egy egész életműnek a anyaga van tulajdonképpen reprezentálva ebből a kiállításba. És ahogy a bevezetőbe említette a Pataki úr, az utolsó itteni kiállításom az kb. 30 évvel ezelőtt történt. Ja, azóta ez először most állítok itt. Milyen stílus jellemzi azokat a munkákat, amiket itt találunk, hogyha a nagykönyvből kéne kiragadni a fogalmat? Hát a legutóbb pont a kiállítás megnyitó szövegét elmondó és a mi alkotási időszakunkat egész régről figyelemmel kísérő Fábián László szavait idézném, akkor lírai konstruktivizmusnak mondanám. És én ebben egyet is értek az ő meghatározásával. Szándékos volt-e ez a skatúja, mert bocsánat, ha ezt a szót használom, vagy tudattalanul tört bele pont ebbe a kategóriába az ön alkotói tere, amikor elkezdett alkotni, akkor tudatos volt-e, hogy ön ilyen jellegű munkákat szeretne alkotni? Hát ez nehéz kérdés, így. Ilyen feltevésből még nem gondoltam át. Tulajdonképpen én onnét eredeztetem a modern képzőművészet relativizálódási folyamatát, amikor Duchamp a Vizesés című munkáját kiállította. Ez a múlt évezred utolsó századának a 20-as éveibe történt,
És onnétől kezdve egymás után sorjáztak az izmusok. Tehát a impressionizmus után ugye jött a posztimpressionizmus, a kubizmus, és akkor egymás után sorjáztak az izmusok. A konstruktivizmus szintén a említett időszak 20-as éveiben egyrészt Hollandiában, másrészt Oroszországban nyert kifejezési módokat, és rendkívül fontos alkotók munkáival találkozhatunk ebből az időből. Na most a konstruktivista gondolkodásmód az engem mondjuk úgy az eszmélésem idején ejtett rabul, nem igazán pontos a megfogalmazás, de attól eredeztetően én szinte végig a konstruktivizmus útját követem. Ami egy bizonyos gondolkodásmódot is jelent, a mindennapi életvitelünket is beleértve. Aztán a konstruktivizmusnak a végkifejlete hova fog kifutni, azt én nem tudom, de mindenképpen a többváltozós rendszerek érdekelnek engem, ami már egy kicsit túlmutat azon a egysíkú, hogy is mondjam, megfogalmazáson, amit az első konstruktivisták fölvetettek. Tehát mindenképpen egy olyan bonyolultsági fokot szeretnék megütni, ami a hálózatok tekintetében is érvényes, meg tulajdonképpen, ha viszonyítjuk, akkor annyira, ahogy említettem is a kezdetekbe, tehát olyan mértékű relativizálódás ment végbe a képzőművészet terén, különösen napjainkban, amikor ugye egyre inkább hatását érezzük a mesterséges intelligencia megjelenésének, amivel számtalan emberi tényezőt ki tudnának kapcsolni. Na most az tény, hogy ez milyen fokot fog elérni, ez jelentősen befolyásolja majd a továbbiakat, azt hiszem. Tehát az izmusok és az egyéb képzőművészeti kifejezési formáknak a jövőjét, ez jelentősen befolyásolni fogja. Nem is olyan régen felvettünk egy epizódot a Véleményság című műsorunkból Kis Árpáddal, és természetesen rákérdeztünk, miután közölte, hogy nagy céltudatosan az ön kiállítására igyekszik, hogy hogyan jellemezni önt, és azt mondta, hogy precíz és pontos. Helytálló ez a megállapítás? Hát mondjuk egy konstruktivista alkotó csak ilyen képességekkel és kifejezési módokkal tud érvényt szerezni a munkáinak. Tehát ez elengedhetetlen követelménye, a pontosság és az egyenes fogalmazás. Végül, de nem utolsó sorban, aki most novemberig megtekinti az önkiállítását, hogyan érdemes haladnia? Mi az a rendezési elv, ami szerint berendezték a termet? Itt nem történt semmi némi olyan koncepció, amire föl lett volna fűzve a kiállítás, mondjuk a művek keletkezésének az idejét tekintve. Úgyhogy a kedves barátom Herites Gábornak a meglátására volt bízva, hogy milyen sorrendbe helyezi el. Egy kicsit befolyásolta a művek elhelyezését, hogy vitrinek is elég szép számmal találhatók voltak vitrinek, amik mondjuk egy hagyományos kiállító térben ugye nincsenek, ott falak vannak, egyenes viszonylatok. Itt alkalmazkodni kellett a helyi építészeti és egyéb sajátosságaihoz. Ha kiemelhetne egy művet, akkor melyik lenne az? Azok között természetesen, amit itt most megtekinthetünk. Az egyik kedvenc műveim közé tartozik a Útvesztőbe tévedt labirintus. Ez elég bonyolultan hangzik, és azt hiszem, hogy sok megközelítési módozatot rejt magába, maga a cím is, meg a kép maga is. Egy különleges pillanat iklette a művet?
Nem, ez folyamatos. Tehát én a szubatomi dolgokkal és a csillagászattal is rendszeresen foglalkozom, tehát a nagy távolságok és a kis távolságok. 96 órás horgászversenyt tartottak a Kis-Dunán. Hazánkban egyre népszerűbbek a horgászversenyek, így természetesen Dunaföldváron is. Nem csak az évi mennyiségük nő, hanem időtartalmuk is. Most tavasszal a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület 96 órás, azaz 4 napos horgászversenyt rendezett. Kis Lajossal, az Egyesület elnökével beszélgetünk. Lajos, hát egy ilyen hatalmas versenyt megszervezni, a logisztikai hátteret biztosítani nem kis dolog lehetett. Így van, elég komoly feladat, de hát ugye ezt többen szervezzük, hiszen a vezetőség és az egyesület tagsága szintén benne van a szervezésében. Azért ezt hozzá kell tennem, hogy ezek a hosszú horgászversenyek, ezek egy speciális módszer, a boil is, vagy ez a hajszálelőkés, pontyozó és amúrozó horgászatnak a versenyei. Tehát vannak rövidebb versenyek is, a féder, a rablóhalfogó, ezek ilyen egy vagy fél napba általában beleférnek. Viszont ez a fajta horgászmódszer, ehhez idő kell, és ezért egy tavasszal egy 4 naposat, ősszel pedig egy 3 napos versenyt szoktunk szervezni itt a Kis-Dunán. Hát egy 4 napos versenyt nyilván az időjárás is azért befolyásol. Hogy telt ez a 4 nap? Milyen idő volt? Milyen volt a vízállás? Hiszen ez is szempont. Hát a vízállásunk az fantasztikusan jó volt, hiszen a télen megtelt a Kis-Duna vízzel. Ha körülnéztek, látjátok most is itt a vízparton, hogy kint van a fák között az erdőben, kint van a víz. Tehát a halaknak egy csodálatos életteret jelent, viszont egy rendkívül cudar, hideg idő volt az április végi időjárás dacára. Volt olyan hajnalunk, hogy a ponybölcsőbe és a csónak aljába belefagyott a víz, tehát esténként úgy aludtunk a bojliságyba, mint a Michelin baba, 3-4 réteg ruha, síruha, aláöltözettek, termoruhákban aludtunk, de én azt gondolom, a horgászathoz hozzátartozik az is, hogy erre is fel kell készülni. A horgászoknak jó fel kell öltözni, van már sátorfűtés is néhány csapatnál, ez is volt. Úgyhogy azért meg nem fagyott szerencsére senki. Az eredmények viszont igazoltak minket, még ez a frontos és nehéz időjárás ellenére is, úgyhogy még egy esőt is kaptunk, pihehullást, hiszen a nyárfa virágzik, szöszölt a víz, attól függetlenül én azt gondolom, egy jó kis verseny volt. Milyen halakat lehetett fogni? Voltak-e korlátozások? Igen, voltak. Ezen a versenyen a ponty és az amúr volt az, ami a mérlegelésbe beleszámított. 2 kiló fölötti halakat lehetett csak mérlegelni és megtartani, de hát ugye a megtartás az azt jelenti, hogy a mérlegelés idejéig, és egyébként is horgászversenyen minden halat vissza kell engedni Magyarországon. Az 5 kiló feletti pontyot és a 10 kiló fölötti amúrt pedig a Solti Kis-Dunán kötelező visszaengedni, úgyhogy az a versenyen hal megtartásra nem került. A módszerről annyit kell tudni, hogy csapatonként, tehát 2 vagy 3 fős csapatok voltak, maximum 4 horgászbottal lehetett horgászni, egy-egy horoggal horgászbotonként, és meg volt határozva a minimális csali méret is, ami 15 mm volt, ezen kívül pedig csak boilis vagy pellettes csalikkal lehetett horgászni, ami azt jelenti, hogy kukoricát, tigrismogyorót, csillagfürtöt vagy hasonló természetes csalikat ezen a versenyen nem lehetett alkalmazni. Ismerve a horgásztársadalmat, a 4 napos jelképes összezártság azt is jelenti, hogy nem csak riválist láttak egymásban a csapatok, hanem barátot, havert érdeklődtek, hogy mit fogtatok, mennyit. Estéként gondolom összeültetek beszélgetni is. Igen, ez igazából egy baráti találkozó, és ettől függetlenül a verseny az nagyon komoly. Nem mondom, hogy vérre menő, de van presztízse, hogyha valaki megnyeri ezt a versenyt, hiszen ezzel bizonyítja azt, hogy azért készült. Természetesen sokszor a szerencse is közre játszik, de szerencséje általában azoknak a horgászoknak van, akik felkészültek és képben vannak. Jó beszélgetések voltak, közös főzések, vacsorázások, néhány doboz sör is elsziszent, vagy egy-két fröccsöt megittak a horgásztársak, de én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik. Az étkezést hogy oldottátok meg? Hallottam, volt közös étkezés is, illetve részben egyénileg? Igen, voltak csapatok, akik főztek maguknak, ez is egy program volt, azért a nap 24 órájába belefér, hiszen itt nem arról van szó, hogy 2 percenként van kapás, és nem folyamatosan kell dobálni a horgászcsalit és a horgászfelszerelést bevinni, tehát volt idő ilyenekre, de volt közös étkezés is.
horgász egyesületi tagok, vagy olyan személyek, akik az egyesülethez közel állnak, voltak megkérve arra, hogy főzzenek, ettünk sertéspörköltet, volt orjeleves rétessel, volt egy egészen remek cigánykáposzta, amit az Olá Józsi barátunk főzött, ebbe még egy kakas, vagy ha jól emlékszem, talán inkább két darab tyúk is belefőtt, olyan igazi romáson, nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy finom ételeket ettünk, jókat beszélgettünk, szerintem egy nagyon jó program volt. Hát akkor végül nézzük a száraznak tűnő, de alapjában azért nagyon érdekes statisztikákat. Hány csapat indult, mennyi volt az összfogás, illetve a helyezettek sora, hogy alakult? 16 csapat nevezett a versenyre, sokkal többet nem is tudnánk elhelyezni, hiszen ez a Dunaegyházi átjárótól a torkolatig terjedő szakaszra van kijelölve a versenypálya, és két szektorra osztottuk, erősebb és gyengébb helyekre, az A és a B szektor. Mindegyikben 8-8 csapat versenyzett, és hát azért az időjárás dacára egész szép eredmények születtek, hiszen az első helyezettek közel 70 kilós fogást tudtak összehozni a verseny ideje alatt mindkét szektorban. Volt természetesen olyan csapat is, aki nullázott, de ez már a hagyományos aranymána díjjal együtt jár, ilyenkor egy kis meglepetés ajándék, egy tálcasör és egy kis biztató szó hozzá kerül a csapatoknak az eredmény értékeléséhez, és én azt gondolom, hogy ezt is tudomásul kell venni, a horgászatban előfordul, de azért az öme csapat fogott halat, nagyon szép halak is előkerültek, megdőlt a kisdunai hivatalos pontyrekord, 17 kg 68 dakával Gelencsér Péter egy fantasztikus tőpontyot fogott, de volt még egy közel 17 kilós tőpontjunk, 12 kilós tükörpont, 9 kilós fantasztikus koi pontja, ami a verseny legszebb hala volt, Sultes Attila fogta, tehát sok-sok szép fogás történt. Említetted, hogy két csapatra oszlott a mezőny, hát akkor ismerte ez a két első helyezettet. Kik voltak ők, milyen csapatnevet viseltek, mennyit fogtak? A B szektorban az első helyezett lett a Kartnavigátor team, Rauf Ferenc, Halász József és Milek Roland csapata, 65 kilónyi halat fogtak. Második helyezett a Nem Tom team, Palotai Laci, Téglár István és Garda Zoli 40 kg környéki fogással, és a harmadik csapatban még egy hölgyhorgász is volt az Urbán teamben, Urbán Szabina, Urbán Attila és Csiszár Mátyás, ők egy erős hajrával egy nagyon gyenge horgászhelyről fogtak közel 30 kg halat, úgyhogy azt gondolom, hogy szép fogások voltak. Az A szektorban is hasonló fogások voltak, a harmadik helyezett lett a Kisduna Kárt team, két vezetőségi tagunk, Gelencsér Peti és Kun Jani, és csapattársuk, a Krisztiánnak most elnézést, nem jut eszembe a vezeték neve, ők közel 30 kilót fogtak, és ők fogták a verseny legnagyobb halát. A második lett a BNB Fish team, Bertus Ferenc és Kerti Gábor, ők 40 kiló körüli fogással itt a hídnál horgáztak, és az első helyezett, büszkén mondhatom, hogy az O-Point team, aminek Sallai Tamás, Vajai Attila és én voltam a tagjai, mi a szigetre húztunk be, egy elég melós horgászat volt, hiszen csónakkal kellett bepakolni a felszerelésünket. Közel 68 kiló halat fogtunk ki a három nap alatt. Úgyhogy én minden helyezetnek és minden résztvevőnek, tehát aki esetleg nem lett dobogós, ő nekik is gratulálok. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek, és köszönöm azoknak a támogatóknak is, Nikli Béla barátunknak, valamint azoknak, akik a konyhát, a főzést végezték, vagy a mérlegelésbe vettek részt, Fekete Tibi, Garda Laci, hogy egy fantasztikus munkát végeztek, és ezt a sikeres versenyt lebonyolítottuk. Hát tudjuk, hogy a versenyszezon folytatódik, emléksél még egy-két versenyt, ami tavasszal várható? Hát tavasszal már csak egy versenyünk lesz, a gyermekhorgász verseny gyermeknapkor, majd június elején a szokásos horgászjuniális fantasztikus programokkal, amiről hamarosan tájékoztatjuk a tisztelt horgászokat és az érdeklődőket, és majd a nyáron elkezdődik, lesz megint egy 18 órás féderversenyünk, nyár végén a Nagy Sándor Egyesületi Emlékverseny, ősszel a 72 órás pontyfogó verseny, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok szép program áll előttünk. Ma esti adásunk bármikor megtekinthető weboldalunkon. A kábeltelevízión ismétléssel péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!